A mai napon, ma este a Facebook ideiglenesen megszüntette a Facebook fiókomat, ugyanis gyanús tevékenységeket észlelt, egy videó feltöltése közben kidobott az oldalról, és kérte, hogy írjam be a jelszavamat, majd utána megjelent, hogy zárolta a fiókot ideiglenesen, és most végig kattintgatok az ablakon, most ez már a második kattintás lesz, itt van az, hogy védje a fiókját. Most nem tudom átállítani a nyelvet sem, német nyelven volt éppen a Facebook, amikor kidobott, tehát így megyek rajta végig. Ezt azért mutatom meg, hogyha esetleg nálad is ez előfordulna, akkor mi a teendő, hogyan kell végigmenni ezen a procedúrán. Tehát az első a jelszó, utána ellenőrizd a telefonszámodat, a nemrég hozzá kapcsolt alkalmazásokat, és oldalakat, amik neked tetszenek, vagy követed, személyeket, akiket hozzá rendeltél, és a kommentárokat. Tehát rákattintunk a továbbra, és be kell írnom egy új jelszót. Ezt megismétlem még egyszer. Most a régi jelszavamat írtam be újként, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy a Facebook erre hogy fog reagálni. Rákattintunk a továbbra, és már ki is írta, hogy ennek a jelszónak különböznie kell az előzőtől. Beírunk egy újat, és rákattintunk a továbbra. Itt kipipáljuk a telefonszámot, hogy helyes, és az összekapcsolt alkalmazásokat ellenőrizzük. Zapier, itt megjelennek az oldalak, amiket elő fizettünk, vagyis hát követünk, kitörlöm. Itt azokat az új ismerősöket látod a listán, akiket az ismerettség visszaigazolásánál automatikusan elkezdtél követni. Őket is ki tudod törölni, vagy ezt a lépést át tudod ugrani. Itt ki lehet törölni a legutóbbi kommentárokat. És kész. És megnézzük, hogy beengede. Rákattintunk a hírvonalra, irányai hírvonal. És most beengedett újra. Tehát, hogy mi volt gyanús, mi történt. Én egy videót töltöttem fel, a profilommal be voltam jelentkezve, és a csoportba szerettem volna egy videót feltölteni. Tehát, hogyha ilyen előfordul, nem kell megijedni, egy rövid, párkattintásos procedúrával újra be tudsz majd jelentkezni, vagy egy pár nap után a Facebook aktiválja a fiókodat újra.